1000 pedagógus akkreditált képzése, alternatív kerettanterv kidolgozása is szerepel abban a 3 éves programban, amelyről Nyíregyházán írt alá együttműködési megállapodást a Magyar Röplabda Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség. A cél az, hogy az általános iskolákban minél több fiatallal megismertessék a sportágat, valamint biztosítsák a képzéshez szükséges szakmai hátteret. Ez egy röplabdát népszerűsítő program, ez is volna a célunk alapvetően, amelynek az alapvető lehetőségét a mindennapos testnevelés teremtette meg. És a Diáksportszövetség volt az a civil szervezet, aki elsőként jelentkezett a kormánynál és szakmai javaslattétellel élt, pontosan azért, mert a mindennapos testnevelés ugye ez egy mennyiségi fejlődés, de szerettük volna, hogyha ez minőségileg is, tartalmilag is tudjuk fejleszteni, ugye nem ugyanaz a gyermek, mint 20 évvel ezelőtt volt. Erre azokra a kihívásokra az infokommunikációs fejlődés, ugye a közösségi médiának az előretörésével olyan motiváló új tartalmakat szeretné megjeleníteni, ami valójában a mostani gyerekeknek is igazi kihívást jelent, és valójában meg tudjuk velük a mozgást szeretetni, vagy legalábbis fontosát tudjuk számukra tenni. Innen indultunk ki, és arra kaptunk lehetőséget, hogy úgynevezett műveltségtervező stratégiát dolgozzunk ki, módszertani fejlesztéseket, tartalmi fejlesztéseket valósítsunk meg, tanító és testnevelő továbbképzéseket valósítsunk meg. És itt jött az ötlet, hogy itt van végre a lehetőség, hogy keressük meg azokat a sportákat, amelyek valójában iskolai sportoknak nevezhetőek, és iskolai közegben könnyen üszhető sportágak, mert most van az a lehetőség, hogy célzottan sportás specifikus tartalmakat, mozgásformákat be tudjunk vinni a mindennapos testnevelés keretében. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ebben a nagyon nehéz helyzetben, ahol már minden sportág azért azzal a nehézséggel küzdik, hogy hogyan tudja az utánpótlását szélesíteni, ez egy nagyon jó lehetőség, mert a gyermekek, főleg, hogyha a tanulók, ha az iskoláról beszélünk, az egésznapos iskolát, ha nézzük, akkor 8-tól 4 óráig bent vannak, gyakorlatilag ott kell tudnunk olyan tartalmakat nekik mutatni, amivel a különböző sportágakat meg tudjuk velük szerettetni. És ennek mentén kötöttük meg az együttműködési megállapodást, amire nagyon büszkék vagyunk és nagyon hálásak a Röplabda Szövetségnek, ami keretében belül egy alternatív kerettantervet fogunk kidolgozni. Ez gyakorlatilag azt tartalmazna, hogy mi az a mozgás, amit egy testnevelő tanár az adott 45 percben meg tud tanítani a tanulóknak. Ez természetesen korosztályra lebontva 1-től 8. évfolyamig lesz az alternatív kerettanterv, de mást fog egy 6-7 éves tanulni, és mást fog egyébként egy 13-14 éves tanuló is tanulni. Majd ezután képzési programot fogunk akreditálni, ezt ugyanúgy a közigazgatási rendszeren belül kell végigvennünk az Emberi Erőforrások Minisztériumában, majd ennek mentén 1000 számú tanító és testnevelő továbbképzést fogunk végezni, ami azt gondoljuk, hogy motiváló a testnevelő tanárok számára is, mivel a 7 év alatt amennyit ők eltöltenek adott esetben tanítással, az előmenetelükbe ugye 120 óra továbbképzést kell megtenniük, és ebből 30 óra akreditált képzés, ez már akkor lehetővé is teszi ezt a fejlődést, és a Röplabda Szövetségtől pedig azt várjuk még pluszban szakmailag természetesen, hogy jelöljük ki majd és találjuk meg azokat a bázisokat, azokat a klubokat, amelyeknek a környezetében meg kell nekünk azokat az iskolákat és az ottani testnevelőket keresni, akik valójában szeretnék a röplabdát majd képzés során elsajátítani ezeket az elemeket, és valójában ők majd alkalmazni is fogják ezt az iskolában.